Az idei Oscar-díj átadó erről a jelenetről volt híres azok számára, akik a tévé előtt ültek és nézték végig az Amerikai Filmakadémia ünnepi műsorát. Nekünk magyaroknak viszont nem csak erre az ominózus jelenetre kell emlékeznünk a 94. Oscar kapcsán. Idén a többek között Magyarországon forgatott Dűnének köszönhetően kaphatott Oscar-díjat a legjobb látvány kategóriában Sipos Zsuzsanna magyar berendező, ezzel is gyarapítva a magyar filmgyártás elismeréseit. Évről évre egyre több magyar alkotót és alkotást jelölnek különböző díjakra, így bátran mondhatjuk, hogy a magyar filmek előkelő helyet foglalnak el a nemzetközi sikerek listáján. Az utca emberét kérdezve azonban kiderült, hogy a fiatalabb korosztály inkább az angol nyelvű filmeket, sorozatokat részesíti előnyben a magyarok helyett. Én nagyon szeretek filmeket nézni, de ritkábban nézek magyar filmeket, azok kevésbé kötnek le, mint az angol, ami fordítva van. Én nem szoktam magyar filmeket nézni. Miért nem? Nem tudom, filmeket sem nagyon, inkább sorozatot. Talán az idősebb korosztály az, akik szívesebben nézik meg a magyar alkotásokat, jobban tudnak azonosulni velük. Nézem, persze nézem, amikor éppen van rá ideje az ember, vagy éppen unja a másik műsort, ami van, főleg a sok reklámot. Az elmúlt 10 évben sorjáztak a nemzetközi sikerek, ami azt jelenti, hogy érdemes leülni a tévé elé és megnézni a magyar alkotásokat is.